időjárás előjelzések szerint a hétvégén mától kezdődően rendkívüli hidegre, fagyos időre lehet számítani. Ezért a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy senkinek ne kelljen az utcán éjszakáznia. Ehhez a kormány minden feltételt biztosított, minden körülmény rendelkezésre áll. A hajléktalanokat ellátó, segítő és támogató szervezeteket felkészítettük, időben felkészítettük az ellátórendszert arra, hogy a téli krízis időszaknak a megnövekedett terhelését tudják kezelni, beleértve az ilyen időszakokat is. Arra kérünk mindenkit, hogy saját egészsége védelme érdekében, testi épsége védelme érdekében menjen be a fedett szálláshelyre, hiszen mindenkit, aki jelenleg fedél nélkül él és közterületen él, ezek a fedett szálláshelyek, ezek az ellátók tudnak fogadni. Van elég férőhely, senkinek nem kell az utcán tölteni az éjszakákat. Ugyanakkor nem csak a hajléktalanokat, nem csak a fedél nélkül élőket fenyegeti ez a rendkívüli hideg, hanem azokat is, akik egyedül élnek, esetleg magányosak, egyedül élő idősek. Ezért fontos felhívni arra is a figyelmet, hogy őket sem hagyja magukra a kormányzat. Tehát, ha úgy látják, hogy valaki bajba került, ilyen veszélynek van kitéve, kihűlés veszélyezteti, akkor segítségért hívják az ingyenesen hívható 107-es, vagy a 112-es telefonszámot. És a már említett ingyenesen hívható telefonszámokon kívül a regionális diszpécser központoknak a telefonszámain is, illetve a polgárőrségen keresztül is kérhetnek segítséget.